Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, a következő vlogmas részhez. És ahogy ígértem nektek, még egy karácsonyi sminket fogok csinálni. Vannak már gondolatok a fejemben, egy kicsit szeretném extrábra csinálni, egy kicsit talán nem annyira hétköznapira, és szeretnék másik színeket is megjelentetni, mint az aranyat és a pirosat. Úgyhogy ebben a videóban ezt fogjátok látni tőlem, és ahogy látjátok, az alapom már teljesen készen van. Ugyanazokat a termékeket, és igazából ugyanazokat a lépéseket használtam, mint az előző karajás videómban, amit ha nem láttatok, akkor itt le tudjátok csekkolni. És igazából ezek után szerintem kezdjük is el ezt a videót. És akkor most, hogy ilyen közel vagyunk egymáshoz, mutatnám nektek, hogy miket hoztam. Jézus! Szoktátok kérni, hogy használjam, úgyhogy itt van velem a James Charles palettám, ami akkora, hogy valami hihetetlen, Conspiracy és a Tati Beauty egy kis csillogásért. De az első lépés mindenképpen az lesz, hogy a Karaja Perfect Touch-ot fogom használni a szemhéjamon primernek, mivel ez egy primer. Kicsit elrakjuk a hajamat az útból. Néhány halvány ötlet már van a fejemben, de semmiben sem vagyok még biztos. Főleg azért szerettem volna egyébként megcsinálni ezt a videót most, amikor paróka van rajtam, mert teljesen más ötleteim vannak így, hogy majdnem fekete a hajam, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi fog ebből kisülni. Nagyon különböző palettákkal futunk neki igazából ennek az egésznek, de az biztos, hogy a Tati Beauty-t azt csak a legvégén fogom használni. A szemem alapjához a Jeffree-s és a James Charles-os palettámat fogom használni, és a legelső lépésekben teljesen hétköznapian fogunk kezdeni. Jeffree My Pills, illetve inkább Shane Dawson palettából a My Pills-t veszem fel, és egy kicsit eloszlatom igazából az egész szem, hát nem a szemhéjamon, hanem a szemhéjam feletti részen. Következőként a Tanekonból veszek fel, ezzel már kicsit közelítve a mélyítő vonalamhoz, elkezdek formát adni a szemsminkemnek, és egészen behozom a szemöldököm elejéig. Ezután a Diet Root Beer-ből veszek fel, és még egy kicsit sötétítem azt a részt, amin eddig is dolgoztam. És ha gondolkoznátok, hogy miért csillog az egész szemöldököm, akkor az azért van, mert minden nap csillámot használok a sminkemhez, és rajtam marad, és őszintén nem bánom. Az az igazság, hogy karácsonyi vagy bármilyen smink terén nincsen olyan, hogy jó vagy rossz, úgyhogy mindenkinek, ami eszébe jut az ünnepről, vagy pont arról az alkalomról, amire sminket készít, az tökéletes. Úgyhogy ezt szem előtt tartva, az én mai sminkem barnás, aranyos, zöldes lesz. Egy nagyon-nagyon kis, finom, visszafogott nude szájjal. De a szem, az biztos, hogy nem lesz visszafogott. Ezután, hogy ez a részünk igazából megvan, átmegyek a James Charles palettába, és az egyel sötétebb színt veszem fel, és egy nagyon picit keverem ezzel a kicsit zöldes beütésű barnával. A színeknek a neveit nem fogom tudni nektek mondani, mert kidobtam már azt a papírt, amin rajta van, és őszintén megmondom, hogy fogalmam nincs róla, hogy mik a neveik a színeknek. Elkezdem kicsit sötétíteni, nem az igazi mélyítővonalamat, hanem ami a mélyítővonalam lesz, és próbálom nagyon szépen eldolgozni ezt a két sötét barna színt. És
És itt fognak elkezdődni a csavarok, miután nagyjából megvagyunk a mélyítő vonalammal, amit nem kifejezetten szeretnék sötétebbre, mert lehet, hogy így is bőven elég sötét lesz az egész szemem. Úgyhogy következő lépésként a Shandalson palettából az Illuminati-t fogom felvenni, és ezzel a színnel fogom behozni ezt a gyönyörű, szép fenyő zöldet, és ezt csak a külső sarokba fogom tenni, és próbálom megadni neki azt a formát, amivel elégedett lennék. És mivel iszonyatosan rejtett a szemhéjam, így felhozom egészen a kis meggyűrődés felé, ezzel azt az illúziót keltve, hogy ott igazából nincs is meggyűrődés. Legalábbis szeretném ezt hinni, hogy ez sikerül elhitetni bárkivel is. Ez az oldal már nagyon tetszik. Egy kicsit felhoztam ide erre a részre is a zöldet, hogy próbáljam egy kicsit kerekíteni a szememet. Azon túl, hogy nyújtjuk, szeretném, hogyha egy kicsit nyitottabbnak is tűnne, úgyhogy alakulunk. Kifejezetten szerettem volna több zöldet használni a felső szemhéjamon, viszont nem látom értelmét, mert szerintem csak elrontaná ezt a gyönyörű összhatást, úgyhogy most ezzel a mini karajás szemhéjtus ecsettel és a Jeffrey palettából egy nagyon kicsi feketével végig fogok menni a szempillatövemen ott, ahol már van festék. Ezután előveszek egy ilyen picike kis ecsetet, és a James Charles palettából a zöld színt veszem fel, és kezdem el az alsó szemhéjamon eldolgozni. Ugyanazzal az ecsettel az Illuminati-ból csak a külső fél centire és az összekötéshez eldolgozok egy keveset. Jó lesz! Gondolkozóba estem. Nagyon. Van itt egy szín, ami egy ilyen nagyon érdekes zöld, kicsit olajzöld a James Charles palettából, és nagyon tetszik. Úgyhogy ebből a színből kicsit rá fogok tenni erre a zöldre, és a szemem közepét egy kicsit kiemelem vele. Valahogy egyébként ezzel a fekete hajjal sokkal inspiráltabb vagyok, és jobban érzem, hogy mozduljak valamerre színek terén, úgyhogy ezután pedig nem más fog következni, mint egy kátkríz. Hát igen, mondom, hogy motivált vagyok. Úgyhogy most hatalmas csendet kérek, és nagyon nagy szurkolást. És akkor végre a legjobb rész, miután ezzel is megvagyunk, jöhetnek a csillámok. Egy valami biztos, szeretnék metált tenni először, és csak utána fognak jönni a csillámok. Viszont mivel Tatinak a palettájában nincsen kifejezetten nagyon aranyszínű metál, így azt hiszem, hogy a James Charles palettába fogok átnyúlni egy kicsit, és onnan is két aranyat fogok összekeverni. Méghozzá ezt a nagyon szép, kicsit rózgoldos beütésű világosabbat, és ezt a sötét bronzos árnyalatot.
és mivel le van primerelve, vagyis igazából korrektorozva az egész szemem, így csak nagyon óvatos kis mozdulatokkal bele nyomogatom. És mindig rájövök, hogy nagyon pici a hely a belső szemzugomnál, úgyhogy váltok ecsetet, és a többi részt ezzel fogom megcsinálni. A két szín találkozásánál a metallokat összemosom, és így már látom egyébként, hogy kifejezetten tetszik az egész zöld-arany összhatás, úgyhogy maradok az eredeti elképzelésnél, és a középső részre aranyat fogok tenni, és a belső sarokba pedig egy kicsit világosabb csillámot, ha jól gondolom. Megpróbálom az ujjammal feltenni, mert az lenne egyébként a legideálisabb. Közben száradni. Nem szeretném, hogy lehújjon. Látjátok, nem kell sok minden. Adtok egy kis csillámot, és teljesen elájulok. Az a vicces az egészben, hogy ti még nem látjátok közelről, hogy milyen is, de mindjárt meg fogom mutatni, és akkor ti is meg fogjátok érteni. És a belső sarokba pedig szeretnék tenni az aura árnyalatú csillámból, hogy egy kicsit az a belső sarkot még jobban kiemelje. Na, ha ez nem karácsonyi, akkor nem tudom, hogy mi az. Rendesen tetszik. A szút árnyalatból teszek egy keveset az alsó szempillatövemre, és a belső sarokba pedig a Jeffrey Shane Dawson Ranch árnyalatot, ami egy hófehér, nagyon, nagyon erősen pigmentált metal. És ebből az árnyalatból csak ami az ecsetemen maradt, annyit teszek a szemöldököm alá is. Mostanra körülbelül teljesen megszáradt a csillám, úgyhogy egy tiszta ecsettel le fogom törölni azokon a részeken, ahol esetleg kimentem a cut crease vonalából, és ahol igazából nem is kellene lennie csillámnak. Feldobok gyorsan egy kis műszempillát, szempillaspirált, és jövök is vissza. És akkor a pillákkal együtt el is készült a teljes szemsmink, és bátran mondom, hogy hosszú idő óta szerintem ez a kedvenc szemsminkem, amit csináltam. Már csak a szám maradt hátra, amit egy Kylie ceruzával fogok kihúzni Malibu árnyalatban. És az eredeti tervemben egyébként az szerepelt, hogy rózsaszín, vagy hát ilyen nudos rózsaszínes rúst fogok teljesen felkenni, viszont most kicsit megváltozott az elképzelés, és csak a középső részre fogok tenni egy nagyon keveset, hogy picit ombrés hatást keltsen. És maradva a zöld témánál, a Pindur Pandúros szájfényből fogok rátenni az egészre, és próbálom egy kicsit összhangba hozni még jobban a szememmel. Ennek rendesen egyébként mentolos illata van, ezt még észre se vettem. Még mindig maradunk a Pindur Pandúros témánál, és a két highlighterből mind a két highlighterből fogok feltenni. Először a kicsit bronzosabbból, másodjára pedig a világosabbból is egy kicsit. És akkor így, hogy megvoltak az utolsó simítások is, teljesen elkészült a második karácsonyi smink.
Összképileg imádom, talán még jobban tetszik egyébként, mint az előző, amit csináltam. Kíváncsi vagyok rá, hogy nektek hogy tetszik, úgyhogy írjátok meg a kommentbe, de csak finoman, szeretet, békesség, pozitivitás a komment részlegben. Nagyon szeretem ezt látni. És hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengő ikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat. Viszont most azért tudjátok, hogy napi egy videót töltök fel, úgyhogy legyetek erre felkészülve. És az Insta nevem mindig lent van a leírásba, úgyhogy ha lecsekkoltok ott is, azt megköszönöm, és még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem ebben a videóban. A holnapi részben találkozunk. Sziasztok!